kelnék ott, hol látják ott? Hová kelnék ott? Légipostán küldött még, légipostán. Légipostán kinek kell? Nagy levegő, és kirobban. Tetejére készül. Nem akartam tanár lenni. Tréfásan szokták emlegetni a családban, hogy amikor én először válaszoltam erre a kérdésre, még nem jártam iskolába, de nagyon szerettem a környezetünkben élő kertjében dolgozgatni, kukoricát törni például, lovak között lenni, és amikor megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, akkor én nagyon öntudatosan és határozottan azt mondtam, hogy egyéni paraszt. Kodály Zoltán általános iskola. Hosszú ideje vitatkoznak a szakemberek, szülők, felnövekvő új generációk, hol szenvedélyesen, hol józanul, a Kodály módszer eredményességéről. Szabó Dénes tanár úr bizonyította be, hogy a kodályi gondolatokat csodálatosan lehet alkalmazni, ha van hozzá pedagógiai szív, zeneművészi tudás, szeretet és elhivatottság. Tanári tevékenysége mellett két kórust vezet, a felső tagozatosokból álló, most 25 éves kantémusz gyermekkart és az öreg diákokból szerveződött promúzika leánykart. Számtalan nemzetközi versenyen arattak győzelmet. Szabó Dénest a korábbi Liszt-díj és Bartók pásztori díj után ebben az évben Kossuth-díjjal tüntették ki. Elmentem Sárospatakra, Fúla tanárnak, és egyszer csak hívtak Nyíregyházára. Ebbe az iskolába, ahol most is ülünk, és én azt mondtam, hogy eszem ágában is nekem ide jönni, hát hogy képzelik, hogy ide jöjjek általános iskolai énektanárnak. Később persze változott a dolog, elkezdődött a tanárok szörnyű, de gyönyörűséges munkája, hisz a gyerek mellett nem lehet közömbösen elmenni, és elég fanatikus voltam én már a sport területén is, ahogy mesélik kiskoromban, és ez a fajta fanatikus munkavégzés itt az iskolában is folytatódott. Amíg nem éreztem úgy, hogy mindent meg nem tettem a gyerekekért, addig mindig akartam, és mindig újra és újra. És egyszer csak rácsodálkoztam a Kodály módszerrel, hogy mi mindent lehet avval. Egyre többet tudtam évről évre, hogy ez a módszer, ez zseniális, hogy a gyerekeket nem csak a technikára lehet vele megtanítani, hanem lelket vele lehet vele nevelni, közösséget formálni. Szóval más típusú emberek lesznek a következtébe. Azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha szakmailag még nagyon jól föl lenne készülve a pedagógus. Hisz mivel nem csupán az intellektushoz kell szólni a tanárnak, hanem folyton a lélekhez és az érzelmekhez, ezért az úgynevezett átlag tantárgyakhoz képest egy kicsit nehezebb és bonyolultabb a feladat. Én nagyon sajnálom, hogy sok helyen nem működik. Egyesek szerint sehol nem működik. Ez természetesen nem így van. Ahol nem működik, ott rosszul olvassák a KP-t, rosszul olvassák ezt a Bibliát. Jó kell olvasni. Meg kell keresni azt a legautentikusabb zenei réteget, amely a legközelebb állhat a gyermekhez, és ami azért nem bujuda dolog. Tehát, ahogy ő mondta, nem gügyögni kell vele, meg kell keresni a tiszta forrást, az igazi értéket, és ha ez egy gyermek kiolvasóban van, például egyetem-begyetem tengertánc, akkor azt kell a gyermeknek tanítani, mert ezek hibátlan dolgok. Olyan sokan véleményezték, ezt tudjuk a népdalról, olyan sokan véleményezték, hogy azt már nem lehet rosszul csinálni. Ezért a népzene a gyermek számára elérhető, mert a hangterjedelem olyan, amit ő el tud énekelni, többnyire a szövegtartalom olyan, amit ő föl tud fogni, és ráadásul ezek a pentaton dallamok, akár hisszük, akár nem, az ő lelke mélyén ott vannak. Ezért úgy gondolom, hogy bár ma kicsit múzeumi tájnak néz ki a népdal, a tanítás folyamában nélkülözhetetlen, nagyon jó szolgálatot tesz, lehet rajta technikát tanítani, lehet rajta szellemet tanítani, lehet rajta magyarságot tanítani, lehet rajta hazaszeretetet tanítani,
és lehet rajta nagyon érdekelte, lehet a egyszólamú magyar népdalon lehet több szólamot tanítani, és a magyar népdalon lehet ritmust is tanítani, és mindig jó a forma, és mindig egész, és mindig tökéletes. Ebben kell neki folyton találkozni. Ha jól csinálom, szeretni fogja. A Kodály módszer, ahogy én szoktam mondani, az filozófia és életszemlélet, méghozzá teljes emberre vonatkozó. Nem biztos, hogy én bármit is hozzáteszek ehhez, csak lehet, hogy több irányból és talán kérlelhetetlenebbül tartok ki a nem konkrét utasítások mellett, hanem az általános elvek mellett. Mi szerint a gyereknek csak a legjobbat szabad adni? Mi szerint a művészi zenét nem lehet pótolni pótlékokkal? Mi szerint a éneklést a lélek napi tápláléka? Ezen kívül meg kell őket tanítani egy magasabb színvonalú etikára, gondolkodásra, mert anélkül nem megy. Elkölcsiséget kell nekik tanítani a művészeten keresztül. Méghozzá hajlíthatatlanul. És tulajdonképpen én most sorolhatnám tovább, hogy Kodály miket mondott, többek között azt is, hogy úszoda is legyen az általános iskolában, mert az is hozzátartozik. Testnek és léleknek a nevelése egyformán fontos, mint a görögök tették annak idején. Ez egy énekes iskola, amelyben Kodály kérésére úgy tanítjuk az éneket és a zenét, hogy ne szenvedés, hanem gyönyörűség legyen a gyermeknek. Ezért neki ez egy teljesen autentikus és szinte született tulajdonsága, hogy énekel, énekel a folyosón, énekel ebédre várva. Nálunk ebből mindig nagy harag van, mert a személyzet a konyhán nem szereti, hogy ott ők énekelnek több szólamba. De hát ők úgy mennek le a délelőtti munka után, hogy bennük ottan szól valami. Hát valami jól sikerült énekórán, valami újat tanult, és ő szereti csinálni, és nem a kanalat veri az asztalhoz, hanem énekel. Szóval nem egészen természetes gyermek ilyen szempontból. Tegyük a kezünkre. Mi az előérdés? Ilyen részünk? Tikkos ügynökök. Ha Eckersre elér, Mulder, Scully, mit tudtok ti erről? Mi a tikkos összefüggés? Hány az a tikkos ügynökök közületek? Scully Radnagy? Mit tudsz róla? Semmi. Próbálj ki Pető Gábor. Ő érte úgy se gárna olyan kis. Most tehát a notapon be van kapcsolva, meg kell nézni az előjegyzést, rendben van az előjegyzés. Egy keresztet kell bele táplálni, úgy van. Nagyon szeretek tanítani, amikor jól tanítok. Nem mondom, hogy nem szeretem az énekkari tevékenységet, de a hangversenytől még mindig nagyon félek, a hangversenytől mindig nagyon izgulok, sokkal jobban, mint az, hogy bemenni egy tanítási órára. Ezért ez a része kicsit nehezebb. Én egészen Kodály iskolás tanárságomig nagyon nem szerettem az énekkart. Különösen nem szerettem a néprádióból kis hangszóról megszólalni. Az egyik legcsúnyább zenének tartottam. Most utólag már tudom, hogy azért, mert rosszul csinálták. Az volt előttem, hogy úgy jó sűrűre fölállítanak egy csomó embert, többnyire úgy lapjára. Hogy úgy egymás lapja, egy jó sűrűre össze van. A karvezető odáll elébük, és szinte az óruk előtt kavarott valamit. Szinte vigyázni kell, hogy ne testi érintkezésbe ne kerüljön az énekkarral. És hát ez nem az igazi. Énekkart kétféleképpen lehet fölállítani. Hagyományosan, ami nagyon csúnya és elviselhetetlen, és föl lehet úgy állítani, hogy még meg se szólal más gyönyörűség.
sok szempont van egy-egy hangverseny műsorának az összeállításánál. A szempont tulajdonképpen, amit Kodály mondott, hogy a színvonalat nem szabad nagyon mélyre adni. Azt gondolom, hogy a Kántémus gyermekkórusnak, a bronzikának és azoknak az énekkaroknak, akik itt tevékenykednek, missziószerűen kötelességük megmutatni, hogy az úgynevezett művészi zene, amelyet olyan sokan nem kedvelnek ma, az minden alkalommal és mindenütt elénekelhető, és mindig eltalál a közönséghez, ha jól csináljuk, de jól kell csinálni. Szempont lehet az előadói együttes is. Kisebb gyerekekkel más típusút éneklünk. Nem mindig az egyszerűbbet énekeljük, de talán inkább a gyermeki gondolatvilághoz közelebbit. Az idősebbekkel természetesen azokat, ami az ő gondolkodásukhoz jobban illik. Szeretnék egy példát elmondani, ez egy nagyon jó példa. Mindig provokálom őket természetesen, és zsörtölődök, meg morgolódok énekkaron a napi kultúra hulladék hegyei között, és akkor ebből mindig van beszéd, és a minap készülve erre a jubileumi hangverseny sorozatra elővettük Petrovics Emil Hervadáskor című művét. Én kezdtem magam nagyon beleélni, mert én nagyon szeretem a művet, és egyszer csak megálltam, tulajdonképpen elég szándékosan, és azt mondtam, hogy de gyerekek, miért énekeljük ezt? Hát semmi happy nincs benne. Hervadáskor, pusztuláskor, hát nem ezt hirdetik most a reklámok, itt mindenkinek fog paszt a reklámmal, mosolyogni kell, meg úgy csinálni, hogy pozitív gondolkodásúak vagyunk, és nem gondolkodunk az életnek ezen az oldalán, amit Adi olyan gyönyörűen mondott. Hát mondom, ezt levesszük a műsorról, hát nem fogunk itt égni itt a világ előtt, keresünk helyette valami happy-t. A gyerekek komolyan vették az én úrátásomat, és olyan egyértelmű volt a fölháborodás, olyan zsigerileg mondták, hogy nem. Nagyon élveztem a pillanatot, azt el kell mondjam, és ezek között, akik tiltakoztak, ezek között a legfiatalabbak is ott voltak. Tovább lépni Kocsár felé már igazán nem volt nehéz, és az nagyon jó, ha a szerző beleszól a mű előadásába. De a Kocsár Miklós emlegettem, akkor leginkább az ő arcát szoktuk nézni, amikor először találkozik a saját művével, mert hisz több ősbemutató fűződik most már a nevünkhöz, a jelentős műveit közül sokat mi mutattunk be. És én is nagyon emlékszek, hogy van, amikor percekig nem tud megszólalni. Akkor csak úgy bólogat a fejével, és azt mondja, hogy jó lesz. Jó lesz. És akkor persze a gyerekek is látják, szárnyakat ad nekik, hogy ilyen hatással vannak. És aztán a többedik előadás során egyszer csak kezdünk nagyon biztosak lenni a dolgunkba. Iti csipkepák! Figyel! Kellemetlen.
Di-di. Kikerítsek. Dóla. Ránéz. Összenevet. Hány embernek kell ezt kezdeni? Majdnem mindenkinek. És? Kikerítsek. És? De a gyerekeknek igen könnyű megtanítani a műveket, mert ezek kottaolvasó gyerekek. Ha nagyon-nagyon nehéz a mű, de már nagyon, igen ritkán van olyan mű, ami nekik nagyon nehéz, akkor azt mondom, hogy mostan csak a mezzó énekel. És akkor megnézzük azt a helyet a mezzónak. Úgy vannak szoktatva, hogy eközben a szoprán nem vakarózik, nem ásítozik, hanem nézi a saját szólamát, és a legjobbak sportot üznek abból, hogy ők belső hallással már teszik oda hozzá. És egyszer csak hallom, hogy már dúdolja, és akkor megszólal mellette az alt. És mire a mezóval végzek, a másik kettő tudja, össze lehet engedni. Szeretném, ha sokan irigyelnének engem azért, hogy ilyen lehetőségem van. Óriási lehetőség ezekkel az énekkarokkal dolgozni. Kedvéért, időnként félhomályba vagy sötétbe szoktuk énekelni. És nekem se szokott igazán jó élmény lenni, meg hallom is, hogy nem egészen olyan, mint. És amikor rákérdeztem erre, hogy miért nem megy, akkor mondták, hogy hát végül is ezt ilyen vakon csinálni, ez nem olyan könnyű. De hát mondom, a fehér mandzsettát, azt mindig látjátok, ha más nem, akkor az még látszik a levegőbe, tehát hogy az nem teljesen. Azt mondták, hogy jó, hát az kevés. Hogy az nagyon fontos, hogy a szememet lássák, és olyan mértékben olvasnak már a tekintetembe, hogy sajnos azt is tudják, hogy mikor nem figyelek. És ezt utólag szóvá teszik. Vannak nagyon nehéz hangversenyek, amikor sok bizonytalansági tényező van, és koncert közben nekem azt mindig ki kell gondolni. Ezt bevallom őszintén, hogy mű közben szervezem a következő művet. És akkor ezt ők észreveszik. És volt úgy is, hogy konkrétan rákérdezett egy gyerek, hogy tanár bácsi, ennek a műnek, ennek a taktusának mire tetszett gondolni? És akkor megdöbbentem rajta, és akkor eszembe jutott, hogy pont akkor azon gondolkodtam, hogy hogy fogom átrendezni az énekkart a következő műhöz, és hogy én ezt előre nem beszéltem meg velük, és akkor ő rögtön látták, hogy kiürült az én tekintetem, hogy mással foglalkozik.
kórustagokkal való kapcsolat több egy hivatalos kapcsolatnál. Olyan alaposan ismerjük egymást, és olyan bizalmi a kapcsolat, ami alapja is annak, hogy az igazi minőség megszülessen, hisz neki bízni kell bennem. Az ő magánélete is belefér, problémái, amiket minden további nélkül el tud mondani. Én meghallgatom, és én is meglehetősen nyílt vagyok velük kapcsolatban, az én problémáimat is megbeszéljük, jókat nevetünk rajta énekkari próbán. Ismerik az álmaimat, hogy miket szoktam álmodni, és jópofák, mert ők is elmondják. Mindenkinek sokat adott, mindenkinek segített, hogy olyan emberé váljon, amilyen, és terelgetett abba az irányba, ami manapság nem olyan jellemző, az értékeknek a megőrzése, magyarságnak a megőrzése, és minden emberből azt hozta ki, ami benne van. Nagyon jó a kapcsolat az énekar és Zsényes bácsi között. Tulajdonképpen minden problémánkkal fordulhatunk hozzá. Nagyszerű pedagógus, aki csak a gyerekeknek él. Nagyon jó tanár. Nagyon szeretjük mindenki. Zsényes bácsi maximalista, van elvárás, és hát úgy emberséges is, és mindenkivel olyan nagyon jó kapcsolatot alakít ki, így mindenki nagyon szereti. Sose szokott olyan nagyon kemény lenni, hogy félikeljen tőle, vagy hogy az emberek ne szeressék. Megértő, kedves, nagyon rendes szerintem. Én nagyon szeretem. Ez számomra is egy nagyon érdekes tabló, mert ez a kezdet, az 1975-ös évek, amikor még meglehetősen zűrös volt az énekkar működése. Ez a kép azt hiszem, hogy nagyon jól mutatja azt, hogy milyen volt ez a bizonyos hagyományos éneklés. Úttörő egyenruha, sűrű egymásba, szóval akkor még így énekeltünk, nem volt túl szívderítő a dolog. De aztán megjelent a mellény, és a mellényes gyerekek már tulajdonképpen sokkal szebben álltak, és szerintem már szebben is énekeltek. És a történethez az is hozzátartozik, hogy mindig voltak ünnepi alkalmak, amikor fagylaltoztunk egy-egy jól sikerült koncert után, és akkor olyankor fagylaltozni az jó dolog. Morálisan az egy fontos dolog, hogy jól végeztük a dolgunkat, és akkor jön az ajándék. Kicsi ajándékokat már akkor is osztottunk. Kántémus nagy utazásainak legszebb fölvételi ezek. Nem tudom, hogy a szülők kedvet kaptak az énekléshez, vagy nem, de mivel sok utazás van, és gyakran hívom őket szülőértekezletre, mindig oda szoktam őket ültetni, ahol az énekari próbán a gyerekek ülnek. És mindig avval fenyegetem őket, hogy most már muszáj jön énekarra, szóval ezt most már nem lehet megúszni, tudomásul kell venniük, hogyha a gyerek ide jár, nekik is járni kell. Ezt persze mindig viccből szoktam nekik mondani, de aztán néhány szülő jött, hogy na most mi van abban az énekarra, mi? Tehát mondtam, hogy bedobtam a csalit, és néztem, hogy van-e kapás. Hát volt rá kapás, és meg akartam őket egy kicsit érinteni abba, hogy egyszer próbálják ki, hogy milyen az együtt énekelni. Csak egyszer. Egy tüneményes ember. Az biztos, hogy a Dénes a zseni az egész társaságban. De ez azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény együtt a saját gyerekeinkkel együtt állni, egy színpadon együtt énekelni, és hát egy nem mindennapi karnaggyal együtt dolgozni. Állandóan visszajárnak, tehát nem is visszajárnak, egyszerűen ott maradtak szerintem. Más iskolába járnak, de ott maradtak lelkileg. Egész életükre kíséri őket, tehát a nevelésnek egy olyan formája, ami nem törölhető ki, tehát velük marad, akárhová kerülnek.
az útra van, milyen legyen az útra való. Egyáltalán mi az, ami a legszebb a tanításban, amiért érdemes? A tanítás nagyon kreatív dolog. Az ember mindig tudja, hogy jól csinálja, vagy nem jól csinálja. Nagyon gyors a visszajelzés. És ha az ember ezt elég jól megtanulja, akkor nagyon sok benne a sikerélmény. És rendkívül szép a végeredmény. Éneket nagyon jó tanítani akkor, ha az ember tudja jól tanítani. Nagyon jó tanítani. Ezért mondhatom azt, hogy aki hisz benne, és ezt szenvedéllyel csinálja, az annak megéri. Még az a hihetetlen hátrány is, ami a pedagógusokat éri most. De ez csak a Kodály iskolában van így. Egy úgynevezett kerettanterves magyarországi általános iskolába, nem tudom, hogy mondhatom-e, inkább idézőjelbe, de azt is mondhatnám, hogy büntetés. Én éreztem a pályám elején ilyen érzelmet. Nem csak zenetagozaton tanítottam, hanem az iskolában voltak párhuzamos osztályok, és abban is tanítottam. És időnként az fogalmazódott meg bennem egy óra végén, hogy ha valaki kegyetlenül meg akar más büntetni, akkor be kell küldeni őt egy énekórára. De csak akkor, ha az a valaki, aki bemegy oda tanítani, az tudja, hogy a zene milyen szép. Itt abszolút megéri, és minden olyan iskolában megéri, ahol elfogadják Kodálynak az intelmeit. Soha nem volt nagyobb szükség rá, mint most, amikor annyi a szemét. Én most úgy látom, hogy 6 éves korában elengedik a magyar gyerekek kezét, és azt mondják, hogy majd úgy magától. Majd ő összeszed valamit az internetről, majd ő összeszed valamit a videótékába. Én ezt a pedagógiát nem tudom követni. Ezt számomra követhetetlen. És ő ne szedjen össze mindenfélét. Hát ő még nem tudja, hogy mi a szemét. A kisgyerek lenyúl a földre, és fölveszi a sörös üveg kupakot, és a szájába teszi. Hát a szülő ezt nem engedi. Normális szülő nem engedi a sörös kupakot a gyerek szájába. Hát megnézi. Hogy van ez, hogy a kultúra területén úgy kukázik a gyerek, ahogy akar. Hát számomra ez... De önnek sikerült elérni, hogy itt nem ez van. Hát mondjuk bíztatom magam. Ne, 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 ne